Kedves barátaink, köszönöm, hogy továbbra is velünk töltik az estét. A közszolgálati televíziózás új szakaszához érkezett. Közel 5 év hallgatás után a román televízióban újra megszólalt a magyar adás. A szerkesztőség csapata ugyanazon az emeleten gyülekezett, mint 20 évvel azelőtt, 1969-ben. Ugyanolyan izgalommal, ugyanolyan lelkesedéssel, ugyanolyan odaadással, de a hangulat, a közhangulat az teljesen más volt. Forradalmi. A most következő rész címe az újraindulás kihívásai, házigazda Mosonyi Emőke. Buenos días, estimați telespectatori, jó napot kívánok! Suntem deosebit de emoționați că ne aflăm lângă colegii noștri în acest studio al televiziunii libere, care sună așa de frumos și în limba maghiară, Szabad Román Televízió. Cer scuze că sunt emoționat și voi vorbi la fel. Biztos vagyok abban, hogy önök közül nagyon sokan emlékeznek az előbbi képsorokra. 1989. decemberében Simonfi Katalin és Boros Zoltán magyarul is köszöntötték a nézőket. Emlékezetes képsorok ezek, nem csak a hazai magyar televíziózás történelmében. A magyar adás újraindulása jelzésértékű a rendszerváltás vonatkozásában is. Szeretettel köszöntöm Boros Zoltánt és Kocka Györgyöt, az adás két igen ismert szerkesztőjét, Boros Zoltánt, aki az újraindult magyar adás főszerkesztője lett, és Kocka Györgyöt, aki aztán szakszerűen packázta a hivatalt. Szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek. Zoli, az előbbi felvételen jól látszott, hogy mennyire meg vagy hatódva. Emlékszel még, hogy mi járt akkor a fejedben? Hogyan tudnád leírni röviden, milyen volt a hangulat a négyes stúdióban? Tessenek elképzelni, hogy ettől a pillanattól kezdve legalább egy hónapig a TV udvarában 8-10 ezer ember volt éjjel és nappal. A TV udvarában tankok voltak, nehéz tűzérségi lövedékek, csapódtak le valahova, nem tudtuk, hogy hova,
nagyon sokat lövöldöztek a tévé udvaráról valahova, és valahonnan a tévé felé. Most órák teltek el, hogy senki az égvilágon nem sérült meg. Órák teltek el. És egyszer csak valakinek kilocsant az agya. És ott van a kereszt a televízió előtt, amely ezt mutatja. Ebben a hangulatban mi, Kati is megjelent utána, és váltottuk egymást egy héten keresztül. Nem tudom miért, úgy éreztük, hogy ott van dolgunk abban a stúdióban, amit a híres négyes stúdióban, mert nem tudjuk. Nem tudtuk, hogy miért. Tehát nem volt igazi világos célunk. Aztán egy-két nap múlva igen. Például láttuk, hogy a temesvári események teljesen kimaradtak a kommunikációból. Bukaresti forradalom akart lenni, úgy, ahogy el akarták hitetni az emberekkel. És aztán... Egyáltalán forradalom akart lenni. Egyáltalán forradalom akart lenni. Te jobban tudod, mert Temesvárról jössz. És aztán Katival azt mondtuk, hogy akkor így a magyar jelenlétet kellene valahogy jelezzük. Gyuri bácsi, amikor te nézted azokat a képsorokat, sok millió emberrel együtt. Mi már akkor két nappal túl voltunk az egészen, és kíváncsian vártuk, hogy mikor fog megmozdulni Bukarest. Sőt, Temesváron akkor már a rádió adás is beindult. És ott is magyar adás is, még adás nem indult, de elmentünk üdvözölni a gyerekeket, akiket ismertünk, akiket hallottunk a rádióban, és rögtön azzal fogadtak, hogy jaj, de jó, hogy jössz, mert ezentúl magyar adás is lett. Tudnék, Temesváron nem volt magyar rádióadás annak előtte. Szeretném elmondani, hogy én a szabadságot egy ilyen mikrofonnal a kezemben éltem meg a rádióban. Akkor megmondták, hogy menjek be és beszéljek. Mondom, mit beszéljek? Hát, mit? Azt mondták, akármit, amit akarsz. Először nem esett le a tantusz, hogy mi a csodát mondhatnék én most. Azt végül eszembe jutott, azt mondtam, hogy uraim, örülök, hogy nem kell elvtársnak neveznem önöket, vegyék tudomásul, hogy mától kezdve meg kell tanulnunk újra beszélni. Mert a szavaink elértéktelenedtek. És én azt hiszem, hogy nekem igazam volt, de csak nem tanultunk meg igazat mondani az elmúlt 25 év alatt ebben az országban. Miután nagyon sokáig tulajdonképpen nem volt egy előre elhatározott műsor a televíziónak, hanem össze-vissza az ment be, amit éppen egy szerkesztő ottan beengedett, akkor összeültek egy programgyűlésre, és a programgyűlésen ott voltunk Aradis Lacival. Előtte beszéltünk a kollégákkal, hogy most ha van egy programgyűlés, akkor mi mit mondjunk, hogy mit csinálunk, hogy mi vállaljuk a magyar adást. Hát, többen azt mondták, lehet, hogy én is azt mondtam, hogy hát ilyen rövid idő alatt nem lehet csinálni. Aztán programgyűlésen kezdődött a hétfővel, mentek az órákkal előre, hogy akkor mi legyen. Elértek a délután 4 órára, és nézem Lacit, ő is meg felemeli a kezét, én is, hogy magyar adás. Beírták. Ez egy szombati nap volt, hétfőn volt a magyar adás. Úgy látszik, hogy Simonfi Katit is megfertőzte az a bizonyos vírus, mert visszament a tévéhez. Ugye ő a régi magyar adásnál is dolgozott, az előbb láthatták, és aztán viszont láttuk 89 után is. Kati el sem ment a tévétől, lélekben ott maradt, őt elküldték. Ja, értem, lélekben ott maradt 5 éven keresztül. Na de amikor fizikai valóságában is oda visszatért, hogyan emlékszel a kezdetekre, Kati? Téged nyomasztott még a régi világból a cenzornak a lidérce? Gondoltál erre a 90-es évek elején, amikor szerkesztő voltál, hogy hogyan volt a régi világban és hogy van most? Tehát nem féltél attól, hogy a cenzúra az azért meg fog ismétlődni más formában? Én arra emlékszem, hogy ugye hazajártunk fehérnemű cserélni a televízióból, és hát metróval közlekedtem, életemben annyi boldog embert nem láttam. Néztünk egymásra, és mindenkinek ott volt az arcán az a felszabadult mosoly, amit soha nem látok, azóta sem. Tehát azóta csak szomorú és meggyötört arcú emberek vannak. Na, ez is túlzás. Jó,
Tehát beérkeztem, és az volt számomra a legfantasztikusabb, hogy akkor már nagyon rég azt hittem, hogy én nem tudok románul például. Mert az a bikfa nyelv, az a Ceausescu korszak nyelve, amin meg kellett fogalmazni bizonyos szövegeket, én a rádióban voltam, a rádió zenei főosztályán, az egyszerűen nem jutott el a tudatomig. És ott, abban a helyzetben, a négyes stúdióban, ahova nap mint nap mentünk, megfogalmaztam egy kb. 2 oldalnyi esszét arról, hogy mit jelent számomra a szabadság, és azt be is olvasták, nem engedték meg nekem. Na, hát amikor elindult a magyar adás, akkor egyértelművé vált számunkra, hogy meg lehet fogalmazni, szabadon lehet elmondani gondolatokat, és ezt nagyon sokáig hittem, elegészen addig, amíg a márciusi események bekövetkeztek. Amikor szintén adásban voltam, és amikor az ország népének valamit mondani kellett. Tulajdonképpen minnyáján azt a bizonyos aktív televíziót próbáltuk csinálni, amit később neveztünk el ennek, hogy a televízióban nem csak műsort lehet sugározni, nem csak lefotózni, lefényképezni, lefilmezni a valóságot. A televízióval változtatni lehet a valóságon. Segíteni lehet embereknek, segíteni lehet közösségeknek. Csináljuk ezt. És csináltuk, nem is tudtuk az elején, hogy mennyi érdekbe ütközik. Nem is sejtettük, hogy milyen következményei lehetnek, de csináltuk, és ebben voltak... Hogy mennyire? Mondjam? Erre mondok én valamit. Volt egy nagy tüntetés Bukarestben, amelyre ki kellett menjünk Kacsó Sándorral. Érdekes, minden egyes jelentős alkalommal Kacsóval volt, Kofár Júnál is veled voltam. Kimentünk a térre, és a román televízió ellen már egy nagyon kemény hangulat volt az országban. Azonnal körbefogtak. Azt mondják, de onde szentec? Mondom, de la televisione? De la televisione a romana? Mondom nekik, simairo. De la televisione a romana emissione a magyar. Ó, akkor nincsen semmi baj, mondták, mint... Örültek nektek. Nos, teljesen egyértelmű, hogy a diktatúrában teljesen másfajta televíziózás zajlott, mint a demokráciában. A régi magyar adás szerkesztői jelzésekkel üzentek a nézőknek, meta kommunikáltak, kikacsintottak. Ez ugye az előző beszélgetésből is kiderült. Emlékszem, egy 5 évvel ezelőtti interjúban Galbács Pál azt mondja, hogy az ő kikacsintása egyebek között abban rejlett, hogy volt egy székely zsinóros posztókabátja, és annak hol az ujja, hol a háta belógott a képbe. Nos, ez volt akkor 85 előtt. 89 után Galbács Pál, akárcsak ti, a többiek teljesen másként üzentek a nézőknek. Nézzük meg, hogyan. Kérem a bejátszást. Nem tudják nekem megmondani, hogy vajon mi jobból nem érezhetnék ki. Vajon mi jobból nem érezhetnék ki. Se nem ölt, se nem lopott, se nem ütött agyon senki. Az 1990. március 19-ei és 20-ai marosvásárhelyi etnikai összetűzések miatt egyetlen román nemzetiségűt sem ítélt el a törvényszék, magyart és magyarul beszélő cigányt viszont több mint 40-et. Pedig az egész világ tudta, hogy honnan indult a tragédia, és azt is, hogy a Herder-díjas Sütő Andrásnak kiütötték a félszemét, több magyart nyomorékra vertek, 3-at pedig halálra gázoltak. És tették mindezt a félrevezetett és feltüzelt román nemzetiségűek. Kik bújtották fel őket? Március 19-én kik és miért hozták be a Békésmarosvásárhelyre a botokkal felfegyverzett görgényböldieket? 1991 nyarán Maros megye főügyésze csöppet sem látszott gondterheltnek. Sőt,
Eu consider că în legătură cu aceste evenimente nu ne-am făcut decât datoria. Noi considerăm că soluțiile care le-am dat sunt legale. Maros megye főügyésze tehát az immár negyedik esztendeje raboskodó Cseresznyés Pállal szembeni eljárás sem tekintette törvénytelennek. Január 16-án reggel 8 órakor az öcsémnek a jelenlétében eljöttem a prokuratúrára, a 10-es számú szobába. Ottan egészen délutánig mutatták nekem a televíziót színesbe, a videót, ahol ez a bizonyos Kofáriu Mihály-le van megrúgva. 4 óra körül délután átvittek túl az Árezbe, a megyei Árezbe. És ottan akartak rávenni, hogy én ismerjem el, hogy én vagyok az, aki ezt elkövettem. És mivel, hogy nem éreztem olyan nagy bűnnek ebben az 1000 meg 1000 ember közötti támadásban, hogy megrúgtam én ezt a Kofáriút, és beismertem, hogy én voltam. Domnul Cofaru, am venit din partea redacției maghiare al televiziunii române să vă vizităm, să ne exprimăm regretele și durerea pentru cele ce s-au întâmplat și când spunem că s-au întâmplat dumneavoastră și pentru celelalte victime ale acelor tulburări care au răscolit atâtea conștiințe. Eu nu știu ce putu și acolo. Pe noi duminică ne-a anunțat domn părinte la biserică, a spus așa că a dat telefon de la Târgu Mureș să mergem să manifestăm marța, miercuri sau joia, când o să fie nevoie la Târgu Mureș. Că o să tragă clopotile la biserică și să sune sirena de la Consiliu. Domnul Cofaru, noi am venit acum după ce au trecut evenimentele. Vrem să vă întrebăm, ce sentimente are o victimă a acestor evenimente? Ce simțiți acum vis-a-vis de tot ce s-a întâmplat și nu în ultimă instanță vis-a-vis de cei care v-au agresat? Eu nu știu ce să spun din această parte. Nu mă pricep să mă exprim altcumva. Marosvásárhely Fekete Márciusának egyik legkevésbé ismert fejezete az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar diákjainak 1990. március 7-én elkezdődött ülősztrájkjához kapcsolódik. Az 1962-ig kizárólag magyar tannyelvű egyetem későbbi magyar tagozatát a Ceausescu diktatúra idején tudatosan elsorvasztották. Megszüntették a gyógyszerképzést, megszűnés előtt állt a fogorvos képzés, és csak mutatóban volt néhány magyar hallgató az általános orvosi és gyerekgyógyászati karon. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar diákjai 1990. március 7-től 19-ig az önálló magyar tagozatért, a magyar nyelvű orvos és gyógyszerész képzésért sztrájkoltak. Románia magyarsága egy emberként szolidarizált az ülősztrájkot folytató diákokkal. Az ország minden részéből, így a Szilágyságból, Kolozsvárról, Székelyudvarhelyről érkeztek a több tízezer ember támogatását bizonyító táviratok. Erre már felfigyelt a nyugat is. TV-társaságok tudósítói, a Szabad Európa Rádió munkatársai naponta számoltak be az ülősztrájk eseményeiről. Ez mind jobban irritálta a szélsőséges román nacionalistákat és a Vátra Romániászke szervezet híveit. 1990. március 19-én valójában a konokul sztrájkoló magyar egyetemi hallgatókat akarták megbüntetni.
Galbács Pált kérdezem, aki 1978-ban került a magyar adáshoz, ott maradt annak megszűnéséig, és aztán az új magyar adásnak is munkatársa lett. Pali, te hogy élted meg azt a változást, ami elég rövid idő, alig 5 év kiesés alatt az újságírói magatartásban bekövetkezhetett? Tudni kell azt, nagyjából szóba került, hogy milyen volt a fordulat előtti tévécsinálás. Na most a fordulat után, mint látszott, mindent képernyőre vihettünk. Majdnem mindent. Esetleg öncenzúra, ha működött, de bennem legalábbis nem. Gondolom kollégáimban sem, már csak az öröm miján sem. Szabadságunk öröme miján. Aztán jöjjön, akkor Cseresznyés Pál. Hát, Gyuri, te mit mondtál, hogy kivel forgattál? Kacsó Sándorral. Kacsó Sándorral. Na, kérdezd meg akkor tőlem, hogy én kivel forgattam a Cseresznyés Pál filmet? Kacsó Sándorral. Természetesen. Úgy látszik, az Isten is erre teremtette. Persze, hát mindannyian tévések istenek vagyunk, hát ezt tudjuk. Nos, sőt, minden tévés önmagában a legnagyobb isten, ezt is tudjuk. A színészek itt vannak, ők is tudják, hogy minden színész legistenebb színész. Az ön vallomása szerint. Nos, jön a Cseresznyés Pár, elindulunk, nekem volt autóm, nem volt, olcitem volt. Ez egy olyan olcit volt, hogy egy alkalommal elvesztettem a fényszóróját, a baloldali fényszóróját. Leesett. Kész. Megálltam. Ment fel, vissza. Ilyen volt az autó. 4 kereke volt, annyi. Elindultunk Sándorral. Na, hát akkor ebből nagy mozi lesz. Ha a fene-fenét eszik, nagy mozi lesz. Valahol Otopénnél, a híd alatt bedöglött az autó. Betoltuk egy ilyen, nem is tudom, valamilyen műhely, vagy üzem, vagy jó ég tudja már, hogy mi volt ott, betoltuk oda, ott hagytuk. Mint minden gyalogos ember, ugye elindultunk az első buszig, elmentünk a Sándor nem kevésbé csodálatos Skodájáig, ami volt 20 éves legalább. Beültünk abba, csodák csodája begyúlt, és elindultunk mozizni. A végeredménye a Cseresznyés Pál film lett. Aminek mi nagyon örülünk, hiszen mind a mai napig egy maradandó alkotás. A Kofáriú interjú Gyuri bácsi fegyverténynek számított, hiszen országvilág láthatta, vagy megláthatta, hogy a marosvásárhelyi véres összecsapások nem spontán módon robbantak ki, hanem szervezettek voltak. Ezért is küldött Boros, azaz, hogy először nem küldött, először csak felvetette a problémát a szerkesztőségi gyűlésen, hogy el kellene mennie valakinek ezt megcsinálni. Többen voltunk ott, nem mondom kik, nem igen jelentkezett senki. Gondoltam magamban, fene egye meg, mi temesváriak kezdtük ezt a balhét, akkor most nekem kell bemásznom ebbe a balhéba, ami nem volt akármi, mert a Vatra eléggé durva egy szervezet volt akkor. Én jelentkeztem. Én azt hiszem, hogy Boros Zoltán ritkán volt olyan boldog az életében, mint akkor, amikor végül is jelentkezett valaki. Azt mondtam, hogy kérek 2 napot, hogy készüljek fel lelkileg. És vasárnap, amikor látogatási idő van, akkor bemegyünk a Kofáriúhoz, akiről tudtuk, hogy a Vátra őrzi, vigyáz rá. Úgy is történt. A kocsit kinhagytuk a kórház előtt, a szerkesztőségnek megüzentem, hogy ha nem jövünk 4-5 órán belül, akkor értesíts. Sokan ültek benn. És lesték, mondom, hogy valami nagy bátor voltam, a zapszem azért ott volt. Nem tudom, hogy Sándor mennyire volt begyulladva. Ő a maga csendes módján ezt nem is igen mondja el. Bementünk a kórházba, riktig, hogy lestoppoltak, mikor Kofáriú felé mentünk. És ott az egyik úr elkezdett vacakolni.
Én fel voltam készülve mindenféle szöveggel, de legalább egy órát kellett eltölteni azzal az úrral, amíg megmagyarázta, hogy én egy csendes és nagyon rendes magyar gyerek vagyok, aki nem akarok semmi rosszat. Végül is úgy látszik, meg tudtam győzni erről, és bementünk a kofárjúhoz. Na most én most látom, hogy milyen szép folyékony románsággal tettem fel az első kérdést, de arra az első kérdésre én nagyon készültem, és ha észrevettétek, Kofáriu nem hagyta, hogy végigmondjam a kérdést. Én azzal a kérdéssel el akartam altatni a figyelmet, majd aztán rátérünk, majd aztán meglátjuk. Csak szegény annyira csak ugyan össze volt verve, egy roncs volt. Szerintem őt, neki egy dolgot mondtak, csak azt nem mondja el, hogy hogy került be Vásárhelyre, amit ő fordít, ha érted. Félbeszakított, és azonnal kezdte mondani, hogy tiszteletes úr, vagy tisztelendő úr. A templomban mondta, hogy menjetek, fiúk, mi meghozzuk a harangokat, az elvtársak meg megfújják a szirénákat. Ahogy ez lement, akkor én még egyszer megijedtem. Mondom, te jó Isten, ha ezek észrevették, hogy mit mondott a Kofáriu. Tudni, utána én még folytattam a riportot, hosszú riport volt az, el akartam altatni a figyelmüket, nehogy észrevegyék, hogy itten egy őrült dolgot mondtak el, tudni, az egész ország tagadta, hogy valaki beküldte volna őket. És még hosszú ideig folyt az interjú. Persze Boros kivágta az egész interjút, csak annyit hagyott benne, amennyit láttak itten. Pedig gyönyörű szép románsággal beszéltem. És szépen beültünk a kocsiba, hazamentünk. A szerkesztőségnek azt hiszem nem volt olyan tagja, aki Bukarestben volt, hogy ne ült volna benne a szerkesztőségben. Beléptem, mint egy hős, mondtam, megvan. Boros nem akarta elhinni, mondtam, tessék. Az volt azt hiszem az első alkalom, amikor egy rendes kamerával dolgoztunk, hogy egy betával volt, amihez én nem nagyon jutottam hozzá, mert én szegény vidéki voltam. Ezek a dörzsölt bukarestiek dolgoztak a beta kamerákkal, és rögtön meg lehetett nézni. Azóta sem mondtad el, hogy mennyire örültél annak a dolognak. Tegyem hozzá, és emlékeztesselek benneteket, hogy mekkora feszültség volt a marosvásárhelyi események idején és utána. Reszketett a levegő, remegett a levegő. És Bukarestben elkezdték, valami bizottságokat állítottak össze, hogy akkor mi is történt Marosvásárhelyen, és ki volt a hibás. És nem volt elég bizonyítékunk arra, volt, de nem volt elég bizonyíték, hogy videófelvételekkel tudjuk bizonyítani azt, hogy a hodákiak bejöttek egy autóbuszon, hogy milyen rendszáma volt az autóbusznak. Fantasztikus jelentősége volt annak, amit Gyuri csinált, és annak is, amit a helyszínen még nagyon-nagyon balhé, berekedős hangulat idején csinált a sebesültekkel Simon Fikati, Györfi Gyurival, és amiből kiderült, hogy magyar sebesültek voltak először, és elmondták, hogy mi történt akkor is, amikor Sütőt megütötték. Tófalvi Zoltán is több riporton keresztül foglalkozott Marosvásárhelyi Fekete Márciusával. Az előbbi bejátszásban éppen azt mondja el, hogy a pogrommal tulajdonképpen a napok óta ülősztrájkot folytató magyar orvos és egyetemistákat akarták büntetni. Ez a marosvásárhelyi eseményeknek talán a legkevésbé ismert vagy hangoztatott része. Zoltán, te hogyan jutottál ilyen típusú információknak a birtokában? Ez egy általános kérdés különben, tehát kik voltak a cinkosaitok, hogy így fogalmazzak?
az ülősztrájk első pillanatától ott voltam a diákokkal. Tehát végig, reggeltől estig, és akkor az a néhány magyar diák, akik még ott tanulhattak az orvosin, hát azokkal nagyon-nagyon jó barátságba kerültünk. Egyébként a Fekete Doboz magyarországi televíziós stábját is én kalauzoltam, és én ismertem a legjobban az orvosinak a történetét, ezt nem minden álszerénység nélkül merem mondani, és ezért voltam ott velük. És amikor 1990. március 19-én lejött Verestói Attila és Nesze Dumitru, szociológus Marosvásárhelyre, hogy hát az ellentéteket valahogy ott stabilizálja, és akkor az volt, hogy délután 4 órakor a magyar tagozatról is 2 tanár és 2 diák kellett volna ott legyen, a román tagozatról is 2 tanár és 2 diák, és én 4 órára mentem fel, és hát látom, hogy senki nincsen. És bementem a szenátus termébe, és ott volt az egész román tagozat, tanári kara, meghívottak, mindenki be voltak rugva, és akkor láttam, tehát az egyetemi tanárok üvöltöztek nekem, és egyedül voltam. Másfél órán keresztül vitatkoztam, egy magnót betettem oda a nájlon zacskóba, persze be volt kapcsolva, ma is próbálok technikusokat keresni, hogy azt a szörnyű szöveget tudjuk emberivé varázsolni. Nos, másfél órán keresztül vitatkoztam velük, és ezzel menekültem meg, hogy én nem kerültem be az RMDL székházába, tehát így nem voltam ott az ostromlottak között. És nyilvánvaló, hogy hát ezeket, és amikor mi kijöttünk, tehát ma is hangsúlyozom, a görgényeket elsősorban az orvosi ellen hozták be. Tehát az orvosit akarták elnémítani, és egyébként ennek különös története van, ezt nem ismeri a magyar közvélemény, hogy tulajdonképpen a magyar orvosi ellen 1956-ban indul meg a teljes fokú támadás, és ennek a következményei a mai napig zajló rettenetes állapot. Miután az ostromlott városból 23-án kimenekítettek bennünket, és Bukarestbe értünk, megcsináltuk a híranyagot. Az esti híradóba nem tudott bemenni ez a hír, nem engedték be. Majd aztán ugyanazon a héten nekünk szombaton délelőtt volt adásunk, és akkor sem mehetett be a 10 perc összeállítás. Én már akkor ismét Marosvásárhelyen voltam, a Vátra és az RMDS leült tárgyalni, a tárgyaló asztalhoz, és valamiféle nyomás nehezedett a szerkesztőségre, hogy ezt az anyagot nem lehet betenni. 10 évbe telt, amikor én megcsináltam az én márciusom dokumentum műsort, amiben elmondhattam, és kimondhattam azt a nevet is, hogy ki volt az a politikus, aki ezt megakadályozta. Ki volt? Mondjam? Verestói Attila. Nem hiába neveztem én a 90-es évek elejét a szókimondás korszakának, az újraindult magyar adást a szókimondás korszakának neveztük, amelynek a fő jellemzője a bátorság volt. Ezzel a magatartással vívott ki a magyar adás ti magának országos ismertséget és elismertséget. Nézzünk még egy bejátszást, ami ezt alátámasztja. Egy júniusi napon a tévében többször is elhangzott az ország elnökének a bejelentése egy készülő vasgárdista típusú felkelésről, amelyet idegen hatalmak is támogatnak. Ugyanezt később a miniszterelnök is megismételte. Kérték a jóra való embereket, Walmeni Debine, hogy gyülekezzenek a főváros fontos intézményei, többek között a televízió körül, hogy védjék meg azokat az egyetemtéri tüntetők támadásától. Arra készültünk, hogy a 2-es csatornán műsort sugározzunk. De aki csak tehette, a hír hallatán kamerát ragadott. És tényleg odajött néhány kíváncsi a környékről. És valóban megjelentek a tüntetők. Utólag kiderült, hogy a tévéből tudták meg, hogy ide fognak vonulni. És jöttek. De hát igen békés társaságnak látszottak, üres kézzel vonultak. Barátkoztak a televízió épületéhez vezényelt katonákkal, és az egyetlen feltűnő tárgy egy hegedűtok volt. A televíziót úgymond védő katonák nem a kerítésekhez, hanem az épület köré álltak fel. És megrökönyödésünkre mindenkit átengedtek az úgynevezett védővonalon. A beáramlott tömeg énekelt, táncolt. Úgy gondolták, hogy megismétlődik a 89. decemberi csoda, amikor elfoglalták a hatalom egyik szimbólumát és szócsövét, a televíziót. Senki nem rombolt, senki nem verekedett.
Aztán történt valami. Teherautókból, bottal felfegyverkezett, egész más társadalmi kategóriához tartozó emberek érkeztek. Mellettük katonás léptekkel egy-két kísérő. Azt hittük, ők is az úgynevezett jóra való emberek, és a tüntetőket akarják szétverni. Tévedtünk. Nekiestek a televízió földszinti ablakainak. Mi a szerkesztőség szobáiban maradtunk, pedig alig két hónappal a márciusi események után azt sem tudhattuk, hogy most éppen ki a célpont. Hát ha többek között épp az egyre kellemetlenebbé vált magyar adás. Senki nem ment haza, sőt egy-két otthon maradt kollega is bejött a televízióba. Stúdió épület előtt a főbejárat előtt kisebb tüzet raktak, majd egy idő után vizájúval próbálták nem a tüzet oltani, hanem a tömeget széthozratni. Kik vagyunk, hányan vagyunk most itt? Itt van Tolcsvai Laci, most igen. Dani Moiseescu. Igen. És lent van a szerkesztőségnek egy kis csoportja a hatos stúdióban, még mindig lokálon vannak ott. Még pedig Kacson Sándor, Barta Ágnes, Remus Réka, Tobán Ildikó, Kocsányi Mária. Egyedi Zsolti Zsolti. Bemegy az 5 perces, csak kép és hang, szöveg nélkül. Figyelem. Ez bemegy a magyar adásba. 2 óra múlva, az adás vége felé, szólnak nekem, hogy menjek fel a 11. emeletre, ahol az vezetőség széke. Felmegyek, ott van a pillanatnyi vezető, és sápadtan mondja, hogy Zoli, mit csináltatok? Mi egymás között barátok is voltunk, tehát aki vezető volt, nem feltétlenül, nem tudom én, milyen magas méltóság volt. Zoli, mit csináltatok, mit adtatok be? Mert az elnök telefonált személyesen, hogy úgy értesült, hogy a televízióban, a magyar adásban, az volt látható, hogy ő kezdeményezte azt, hogy a televíziót megtámadták, és hogy ő hívta be a bányászokat. Na most ez egy abszurdoid jelenet volt az egész. Most tessék elképzelni, hogy csak a hangok mennek be, csak a zaj, az üvöltözés, és valakinek valahol felébred a saját lelkiismerete, mert tudta, hogy mit csinált, az ő sajtófigyelőinek is valahol a lelkiismerete, mert tudták, hogy mire megy az egész játék, és akkor ő azt kérte Iliescu személyesen, hogy adjuk be a cáfolatot este a híradóba. Én végighallgattam, és azt mondtam, tökéletes. Tökéletes. Az esti híradóban is el fog hangzani. Tudjátok, hogy a cáfolat az milyen erős kommunikációs műfaj. Az esti híradóban el fog hangzani valahogy így, hogy szeretnénk megcáfolni azt, hogy Iliescu hívta be a bányászokat. Hogy az elnöki rendelet és parancs játszott közben abban, hogy megtámadták a televíziót. Megcáfoljuk, a magyar adás nem adott ilyen műsort, a magyar adásnak semmi szövege nem volt ezzel kapcsolatosan. Valami ilyesmi, hát nagyon élveztem volna. Rögtön megmondtam a szolgálatos főnöknek, hogy mondom, nagyon szívesen megcáfoljuk, figyelj ide, este bemondjuk, hogy nem ő, hogy nem mondtuk, hogy ő. Egy jó. Ismét telefonált, ismét beszélt Iliescuval, és egy olyan 10 perc múlva azt mondta, hogy nem kell semmi. Mégsem. Nem kell semmi. Menjünk egy kicsit előre időben, 1998. Kocka Györgyről szerintem bárki elmondhatja, aki ismeri, hogy amilyen kellemes ember, olyan kényelmetlen újságíró.
tud lenni azzal, aki kiérdemli ezt. Kérem a következő bejátszást. Domnul Tino, credeți că poate exista o discuție serioasă și responsabilă, ca de la bărbat la bărbat? Ca, n-aș vrea să folosesc cuvinte mari, dar ca unul care ați lucrat în cadrul securității și unul care a constituit obiectul acestei activități. Domnul Costa, vă mulțumesc foarte frumos pentru invitație și pentru că majoritatea telespectatorilor emisiunii dumneavoastră sunt de naționalitate maghiară, îmi îngăduie să le spun și eu Iona Potkivanok sau mai bine zis bună ziua în limba maghiară. Bine ați venit în emisiunea noastră. Vă mulțumesc. Merita să țineți un microfon acolo ani de zile. Dumneavoastră ați jurat că veți respecta legile României. Legile României nu, cum să spun, nu prevedeau că ajunge numai aprobarea comandantului să se pune un microfon. Înseamnă că nu ați respectat. Da, nimeni nu și-a pus, vă spun eu, și nimeni nici acum nu își pune și nu își va pune această problemă. Eu vă spun cu mâna pe inimă. Este foarte trist. Este foarte trist, dar în toată lumea este la fel, să știți. Nu este ceva, domnul Costa, în toată lumea este la fel, începând de la americani. Păi da, spuneți-mi dumneavoastră, cum a respectat Nixon și a pus Watergate-ul? Haideți să luăm așa, și mergem mai departe. De unde credeți că au știut ăștia de Monica Lewinsky, dacă nu cumva de la microfon? Și așa mai departe. Da, domnul Tinu, dar ați văzut că în momentul în care s-a aflat a trebuit să demisioneze un președinte. Da, de acord, dar la noi nu s-a aflat. Acum se află, domnul Costa. Nu se afla, bă, se știa, mai mult sau mai puțin. Știți care este? Da, știți ce mă miră? Că n-aveți nicio... Cum să zic, deci considerați ca un lucru foarte normal. Da, să știți că este un lucru normal. Pentru un serviciu secret este un lucru normal, să știți. Din păcate, deci este normal ca un serviciu secret care jură pe o anumită constituție, pe anumită legislație, să nu o respecte? Nu luați așa. Deci, păi cam asta deci nu, s-ar înțelege. Nu, în sensul acesta să luați. Dumneavoastră aveați din când în când campanii de racolare a informatorilor. Nu, e permanentă. Bizony, megérdemel egy tapsot. Ez volt a temesvári Securitate-nak a parancsnok helyettese. Ő volt az, aki figyelte Tőkést annak idején. Ő vezette a magyar ellenes és az arab ellenes, meg a külföldiek ellenes dolgokat. Csak azt mondd el, hogy sikerült becserkészned, hogy interjút készíts vele, és tudtam már nem is egyet? Ó, ez nagyon édes. Egy ismerősömön keresztül vettem fel a kapcsolatot, aki jól ismerte. És mondta, hogy természetesen egyetért, találkozunk a színház előtt ekkor és ekkor. És mondom, én te vigyázz, de én nem emlékszem pontosan, hogy néz ki. Mert mondja, azt mondja, bőszre, nustie kumarec. És a láska, és tűjó farte bineász, mondja, hogy majd felismer engem. És sikerült kifaggatni. Ennek igen. Olyan leszámolás íze van, Kocka György, te ezt tűzted a zászlódra. Nem akartam én leszámolni vele. Csak, hogy mondjam, szomorúan nézem, hogy ma is. Tudjátok, kicsoda ma a Redutino? Kicsoda? A Temes megyei, hogy mondjam, az Asziromnak a Temes megyei elnöke, vezetője. Biztosítóháznak odavaló. Én tudom, hogy a 90-es évek második felétől, amikor ez az interjú is készült, azért merőben változott a helyzet, azáltal, hogy megszűnt a magyar adás monopóliuma. Erről is fogunk beszélni nem sokára, nem ebben a részben. Megszűnt a magyar adás monopóliuma, a Kábel TV társaságok egyre több magyarországi csatornát kínáltak, megjelentek a román közszolgálati televízió területi stúdiói, megjelent egy rakás magántévétársaság. Ez történt. Minek folytán aztán szabályozni kellett ezt a médiapiacot, ugye már korábban megalakult az Országos Audiovizuális Tanács és az audiovizuális törvény, de egyet elmondhatunk, közszolgálati magyar nyelvű tévéműsor mind a mai napig Romániában egyetlen egy van, ez pedig a Magyar Adás. Köszönöm szépen a beszélgetést! Széles a víz, amely felett
tine.